Annyira mindegy volt, hogy ott most éppen egy sáros szakaszon bugyolálom be magam a túlélő fóliába, és ott alszom 20 percet, vagy egy sziklatetőn. Minden holdpont után egy másik önmagammal szembesülök. Ez egy másfajta lélek, már másképp működök. Csisztú Sportcast. Csak hitelesen. Az egyik a sivatagot, a kegyetlenül tűző 50 fokos napsütést, a másik a háborgó óceánt ismeri közelről, ráadásul mindezt futva, vagy épp a méteres hullámokkal dacolva. Szeretettel köszöntök mindenkit itt a Csisztú Sportcastban, folytatom azon extrém randevúk sorát, amikor is a különleges emberi teljesítményeket ismerő, úgynevezett az emberi teljesítőképesség határait feszegető ultrasportolókat ültetek össze. Így lesz ez ma is, amikor a háromszoros spártatlan győztes Lubis Szilviát, illetve a legismertebb magyar óceánkerülő vitorlázót, a hajóépítő mestert, Fanándort látom vendégül. Tartsanak velem! Szeretettel köszöntöm a nézőket itt a Csisztú Sportcastban, és nagyon-nagyon örülök, hogy itt köszönthetem Lubis Szilviát és Fanándort. Szerbusztok, köszönöm szépen, erre a szokatlan randevúra vállalkoztatok itt nálam. Szilvi, összesűríthető egy pillanatra az, amikor az ember ráébred, hogy a forróság, a sivatag, a hatalmas távolságok megtétele, általában minden, ami az embereket taszítja, az téged vonz, vagy ez egy fokozatos szerelembeesés volt? Inkább az utóbbi, tehát inkább fokozatos. Tulajdonképpen reggel nem gondoltam volna, hogy bármi ilyesmit csinálok, bár amikor elkezdtem ultrázni, azért egy ilyen 5-6 év után egy ilyen marokkói verseny azért így megfogott, viszont akkor még a gyerekeim annyira picik voltak, meg így fizikálisan sem lettem volna képes akkor még mondjuk egy 13 kilós zsákkal a hátamon haladni, hogy ezért ez ugye el lett téve egy kicsit hátsóbb polcra, de mindig ott volt, hogyha úgy érzem majd, akkor nekivágok egy ilyennek, és igazából ez ugye 18-ban volt az első ilyen verseny, amire elmentem, és akkor már úgy éreztem, hogy érett vagyok erre, és volt jó pár ilyen hőségben futott versenyem, ami megmutatta azt, hogy elég erős vagyok ahhoz, hogy mondjuk 40-47 fokba tudjak futni, és utána már csak azt kellett összerakni, hogy a hátamat olyan állapotba hozni, hogy majd egy súllyal is meg tudjam mindezt csinálni. Tehát ez egy ilyen hosszabb időszak volt, viszont egy hatalmas szerelem lett így a sivatal. Akkor ez egy lassan épülő szerelem lett, de ez egészen biztos, hogy az lett. Nandi, nálad is egy picit a pillanatot próbálom itt tetten érni, hogy oké, hogy az ember mondjuk kenuból átül egy kisebb vitorlás, és aztán szépen fokozatosan ez növekszik, de van-e arra bármilyen konkrét emléked, amikor az ember azt mondja, hogy na jó, de engem az óceán szólít meg? Kétféle válasz létezik erre. Az egyik az, hogy persze nekem volt egy konkrét élményem, ami meglökött ebbe az irányba. Ez egy Sir Francis Chichester könyv volt, neki egy útjáról, és mikor ezt elolvastam, úgy gondoltam, hogy engem erre tartogatott, erre edzett, nevelt, genetikailag mindenféle szempontból az élet. De nyilván volt egy velem született készség, adottság, vágy, hogy ebbe az irányba menjek, és ez annál is inkább igaz lehet, mert azóta nagyon sokszor megpróbáltam magamat, és mindig ugyanazt tért vissza, nem az volt, hogy belekóstoltam, és ez most mégse az, hanem mindig inkább az lett. Tehát mindig inkább azt gondoltam, hogy hív az óceán, és éreztem minden porcikámban, és sok emberrel szemben nekem a tudat alatti is vonzott, nem csak a tudat feletti. Nem a külvilág taszított, nem az elvárás, nem a celebvágy, hanem egész egyszerűen a tudat alatti akart vinni mindenképpen, és én ennek nem álltam ellen. Tehát egy ilyen nagyon komplex, nagyon összetett, egy pillanathoz nehezen köthető, de hogyha köthető, akkor ez a könyv volt az, ami elindított. Nagyon érdekes, és ugye a genetikát azért szóba hoztad, és azt gondolom, hogy amikor így bármelyik őtök életére nézek, azért az, hogy nehéz tyúk vagy tojás, hogy tulajdonképpen a sportág talál meg téged, vagy egyszerűen az alkalmasságod, a genetikád, a belső, hogy mondjam, tehetség és indítatás
talán rá a sportra, de hát azért az egészen egyértelműen kijelenthető, Szilvi, hogy már akkor abszolút sikeres praktizáló fogorvosnő voltál, amikor ez a pálya elindult, tehát mondhattuk volna, hogy tulajdonképpen családanyaként te már megtaláltad az utadat, és rátaláltad egy teljesen más dologra, na de hát erre születtél, hát az ember rád nézte, egy hosszú táv futó, ultra alkat vagy, ha szabad ilyet fogalmazni, vagy szabad így fogalmaznom. Én nagyon sokáig nem mozogtam egyáltalán semmit, és nem is vonzott a sportnak semmilyen formája. De ez egyébként most így hihetetlen innen. Igen, nekem is. És nem is értem, tehát hogy tök fura, mint hogyha az egy másik ember lett volna, de abszolút nem is értettem egyébként, hogy emberek mondjuk miért futnak. Csak figyelj, én ebben a táborban tartozom, tehát. Még bármi lehet. Jó, köszönöm, ez egy ígéret a jövőre. Igen, és nekem igazából már az egyetem után kezdtem el sportolni, akkor kicsit több időm volt, és volt erre, tudtam erre szánni időt, és akkor rájöttem, hogy ez egy iszonyú jó. Tehát elkezdtem élvezni, és viszonylag sokat is kezdtem el sportolni, tehát ilyen napi 2 óra átlagban megvolt így kezdettől, mert hogy így valahogy így elkezdett ilyen szenvedély lenni ez, és amikor a gyerekek ugye megszülettek, azért hát túl sok lehetőségem nem volt. 3 fiad van, azért azt ugye. Igen, 3 fiam van, és nyilván gyakorlatilag nekem a futás az azért jött, mert az volt az egyedüli dolog, amit meg tudtam csinálni kisgyerekek mellett, mert hogy nem voltam időhöz kötve, tehát lehetett csinálni hajnalban, vagy éppen alvási időben, amikor előkerült valaki. Sok minden valaki. Nem kellett hozzá, csak egy jó tanácsot. Így van, tehát én neki indultam, viszont az is egyértelmű volt, hogy ugye én először kimentem csak egy ilyen 4 kilométer, de első héten én futottam egy hosszabbat, és még egy plusz falunyig elmentem, és azt viszont éreztem, hogy a 14 a sokkal jobb, mint a 4, tehát hogy mást ad. És ez ugye, nem tudom, Nádi, ez nem így szó, hogy a 14 sokkal jobb, mint a 4 kilométerben nyilván el nem tudom képzelni. De az érzés más volt, a totál mást adott, és nagyon hamar elkezdtem a kezdettől, nagyon hamar én eljutottam a maratonig, és nem tudom, ez az egész egy ilyen beszippantott, borzasztóan, és az ultra meg az, hogy még sikeres is voltam benne, az meg hihetetlen volt, főleg egy olyan embernek, aki nem sportolt, és így belekerültem egy ilyen áramlatba, ami vitt, és visz azóta is. Érthetlen. Hát, hogyha van a spektrumnak másik vége, ugye, ahol ide csak egy tornacipőkkel is akkor megyek, amikor akarok, na, a te műfajon az pont nem ilyen. Tehát ugye, arra gondolok, Nándi, hogy amikor egy használt hajóhéjból megépítettétek, ugye még annak az első Szent Jupátot, és gyakorlatilag az ember tényleg mondhatni, hogy a nulláról kezdett valamit felépíteni, akkor hát eljutottunk oda, hogy most minap végignéztem a Spirit of Hungary-nek a gyorsított építését egy filmen, és megmondom őszintén, egyszerűen megkönnyeztem, mert hogy hányféle rész tudomány kell ahhoz, hogy valójában egy eszköz, amivel te majd ezt a bizonyos teljesítményt szeretnéd végrehajtani, az olyan legyen. Hát az... Ezt az oldalt ne fényezzük, mert fölösleges sok. De ha valaki egy dolog iránt elkötelezett, akkor egészen másképp tanul. Másképp tanul meg újdonságot. Jó, de te ezek amit szerint felszedegetted, évek ugye? Alatt az iskolapadba, uh-huh. Azt az ember percek alatt vagy órák alatt felszippantja és megy tovább. Tehát ez a része, ez teljesen másképp működik, hogyha valami tényleg úgy beszippant, ahogy te mondtad, a futásra. Engem lévén manuális ember, én egy Igen. nagyon manuális alkotó Igen. lélek vagyok, imádom az eszközöket létrehozni, azért lettem hajóépítő annak idején, mert egész egyszerűen az egy nagy szerelem volt, így megfogni az anyagot, és abból alkotni valamit, rákényszeríteni az akaratomat. Ez egy csodavilág volt, és ez aztán mindig nagyobb, mindig másabb, és aztán a fából átmentünk a kompozitba, a kompozitból a még kompozitabba, a high-tech karbonvilágába, ami persze hát messze van az egészségestől, de nem is ez a lényeg, mert a cél szentesíti ott is a tevékenységet. Engem egy ilyen nagyon komplex ügylet vonzott abban, amerre mentem. Ebben engem érdekelt a szellemi megalkotás, a fejben való 3D-s alkotás. Igen. Engem érdekelt aztán a papírrövetés, a komputerbevitel, a kalkulációk, a kéztervek, utána a kivitelezés, és majdan kipróbálni. Én beleülök, elmegyek az óceánra, és megvitorlázom. Ez egy annyira komplex feladat, annyira komplex kihívás, illetve hívás. Nagyon. Amit hát a magamfajta embernek találtak ki, és nekem, ahogy neked a futás és az ultrafutás iránt gyúltak a zöld lámpák, nekem meg ez iránt az óceáni világ hajóstól, mindenestől, ennek a kreatív része,
aztán az alkotó része, aztán a megvitorlázó része. Igen, csak félelmetes, mert sok ember végül is beérni azzal, ugye, hogy az alkotás gyönyörűsége a létrehozásban végül is megadatik. De hogy ez, te ott nem álltál meg, hanem ugye jött az a része, illetve nyilván nagyon sok olyan versenytársad volt, aki pont a másik irányból közelített ehhez, úgymond készre készítették alá a hajót, és ő pedig Zsuzsi, nincsenek receptek, hát mindenki másképp csinálja. Aha. Van, aki a versenyző, született versenyző, aha, kiválasztják hajóról, hajóra megy előre, végül beleültetik egy himokába, és megy jó-rosszul valahogy. Nekem egészen más volt, az én kihívásomnak része az alkotás is. Én nem tudok egy dologban lenni, és nem vagyunk egyformák. Van, aki elrettenettől a feladathalmaztól, engem meg beszippant. Igen. Engem borzalmasan vonz. Ez számomra maga az identitás, ez vagyok én. Szilvi, végül is, hát rengeteget kell edzeni, nyilván elképesztő mennyiségű edzésmunkát kell elvégezni itthon, mondjuk egy ilyen spártatlan előtt. Na de érje az embert ott váratlan meglepetés. Tehát oké, hogy felkészíted a testedet, felkészíted a szellemedet, nyilvánvalóan nagyon sokféle módon edzed az egész pszichédet erre. Na de azt kapod, amire körülbelül számítasz? Én nagyon olyan típus vagyok, hogy próbálok így mindenre. Tehát amit lehet, azt kipróbálom itthon. Tehát itt a sivatagoknál is úgy volt, hogy egyetlen egy dolgot nem próbáltam ki itthon, az, hogy milyen egy hétig nem fürdeni. De ezt a férjem mondta, hogy ezt hagyjuk ki. Ezt mellőz, hol lehet. Igen, de ezen kívül minden. Tehát azt kicsibe, tehát igaz, a Börzsönybe mentem 3 napot zsákkal, de ez, hogy milyen szabad ég alatt aludni, hogy milyen az, hogyha nincs ott semmi, hanem vadászom, hogy van forrás, vagy nem, és vagy meg lehet inni a vizét, vagy nem. Én körülbelül 8 hónap kellett ahhoz, hogy ez a 13 kilós zsák mondjuk ne jelentsen gondot, az expedíciós ételeket is végig kísérletezgettem, mert van, ami jó, van, ami nem. Tehát amit lehet, én azt nyilván kipróbálom itthon. Ez nem azt jelenti, hogy ott nem lesznek újdonságok, de legyen az minél kevesebb. Azt viszont tudom, hiszek magamban annyira, meg hát a tapasztalatom az, hogy úgyis megoldom. De azért az embert nagy meglepetések, azt gondolom, hogy ha ebbe él, és elképzeli, nem tudom hányszor, hogy ott fut, és hogy megnézi az útvonalat, és te tényleg ott élsz, abban a világban. Jó, de oké, amikor már sokat szóra mész vissza, és amikor már spártai királynő vagy, és akkor már többször, akkor nyilván tudod, mire számítasz, de az első előtt... Jó, persze, ott először több a meglepetés, de mondjuk egyet sivatagba például csak egyszer-egyszer mentem, tehát egyszer voltam az Atakamába, egyszer voltam Namíbiába. Köszönjük. És akkor, tehát hogy azokra, és ez mind teljesen más, tehát nincs köze a Namib sivatagnak, az Atakamához, meg a Gobinak se lesz köze a másik kettőhöz, de ebbe pont az a jó, hogy találkozok ott valami egészen új dologgal, ami megint hozzám fog tenni valamit. És nekem az nem kérdés, hogy azt megoldom-e, vagy nem. Talán azt mondom, hogy az első sivatag előtt azért sok volt a kérdőjel, mert a félszekrényem, vagy az egész ki volt borítva a földre, és azon gondolkodtam, hogy egy darab ruhát vihetek, amiben alszok, futok egy héten át, és hogyha az nem lesz jó, akkor nem lesz másik. Tehát, hogy ott azért nagyon nagy kérdés volt, hogy melyik legyen az egy darab, vagy tényleg így az ételeknél, hogy melyik az, amit... Mert most csak azt tudom enni egy hétig, amit saját magam beraktam, és hogyha nem jön be, vagy rosszul leszek tőle, akkor nekem lőttek a versenyek. Tehát az első előtt azért rengeteg ilyen kérdőjel volt, de próbáltam otthon megnézegetni, amit csak tudok, és a másodikra már nyilván nyugodtabban mentem oda. Amennyire lehet mondjuk szimulálni bizonyos élethelyzeteket, nyilván Szilvi feladataiban, én nem tudom, hogy egy ilyen óceáni földkerülésnél bármit lehet előre szimulálni, Nandi, és főleg azok a mondjuk így szintén megoldások, ami tudom, hogy óriási respektet hozott neked. Tehát volt olyan díj, amit tulajdonképpen a te tevékenységedről neveztek el, volt olyan verseny, amikor mondjuk az embernek eltűnik a kormánya, és mégis behajózik így. Ez nyilván ennek köze van az adottságaidhoz, hogy mire vagy képes, mire nem, és ha az élet úgy hozza, akkor megpróbálod megoldani, ha sikerül, akkor ez feltűnik másoknak. Igen, de neked sikerült ez mindig. A Biosi Challenge-em volt, amikor kormányok nélkül visszahajóztam Afrikába, és ezt senki nem csinálta előttem, nem is gondolták, hogy lehetséges, de lehetséges, így aztán hát legalábbis gyorsan neked. Úgy döntött a versenyrendezőség, hogy alapít egy díjat erre. Aminek nagyon örültem, hogy főhelyen van a vitrínben, de amúgy ennyi. Itt aztán előjön az a fajta kreativitás, hogy az ember a problémákat meg akarja oldani. De visszatérve az ismeretlenre, nagyon rokon az, amit a Szilvi mond, és amit én megéltem mindig is.
A természet az egy kiszámíthatóan kiszámíthatatlan közeg. És ugyanakkor a maga kiszámíthatatlanságában fér. Tehát ezt mindenképpen fontos tudni, hogy nincs rossz indulat, nincs jó indulat, az úgy működik, ahogy van a fizika és az egyéb törvények. Ebbe be lehet aztán kinek szíve joga vonni a Jóistent is, ha éppen ez a vágyunk, de én azt gondolom, hogy Jóisten ezzel nem foglalkozik, ezzel mi foglalkozunk. Oda megyünk és meg kell feleljünk. És ahogy sikerül megfelelni, hát az, ami épít bennünket. Én azt gondolom, hogy ez aztán visszahat a saját személyiségünkre, a gondolatvilágunkra, a tapasztalatainkra. És ez persze nő, mindig te is elkezdték kevesebbet futni, vagy a kicsi nem esett jól, de akkor a középhosszú. És én is elmentem először tengerre vitorlázni kis hajóval, aztán nagyobbal, aztán még nagyobbal, följebb mindig a lécet. És az ember egy csomó mindenre számít, és egy csomó mindenre nem számít. A vitorlázás ezen a szinten azt gondolom, hogy az a tevékenység, ahol percenként döntéseket kell hozni, és ezekre a döntésekre nagyjából tized másodperceid vannak. Mérlegelni, döntést hozni és tenni. Igen. És ott nincs körülötted senki, aki ezt megteszi helyetted, és nézel ki bután a fejedből, hogy akkor most mi van, szóval meg kell oldani. Hihetetlen, hogy egy hosszú verseny, és ez a hosszú verseny tulajdonképpen állandóan feszültségben teli. Tehát ez nem arról van szó. Persze, ez egy non-stop hát, feszült állapot. Álmodban is azon gondolkozol, hogy mi van fönn, mi történik kint, és ezt az ember kontrollálja, mennyire tudja. Az ember egyáltalán? Egy ilyen ez egy nagyon furcsa állapot. Úgy mondanám, hogy igen, alszik, de az agya az mégiscsak, és mégiscsak nem is az érzékszervei, hanem az agyunknak az a része, amiket az érzékszervek stimulálnak, az működik. Aha. Tehát egy ilyen alarm állapotban van, igen, egy ilyen állandó? Igen, a zajokból, a mozgásokból, az egyéb a hajó testéből, az én testembe átjövő rezgésekből pontosan tudom, hogy mi van kint álmomban is. Gondolom. Kell is, hogy és ha valami kell, akkor előbb szoktam ébredni és ugrani, mint ahogy az rám dőlne. Mondjuk egy ilyen két nap nem alvás utáni 20 perces elképzelhetetlen fáradtságból, hogy mi viszi tovább az ember, tehát egyszerűen halandó számára ez így nem nagyon érthető. Te 20 perc alatt újjászületsz. Tehát nekem volt olyan, hogy nem tudom, még nem próbáltam. De úgy ébredtem 20 perc után, hogy előttem nagyon kicsit, tehát izomlázam volt a combomban, és 20 percet aludtam, és minden izomlázam eltűnt, és szellemileg meg teljesen tök friss vagyok, és újra tudom, hogy akkor hol vagyok, mert néha nem tudom, hogy hol vagyok. Azt gondolom, hogy nálad nincs ilyen, nem tudom, de hogy nekem, tehát tényleg volt, hogy konkrétan fogalmam se volt, hogy hol futok, és egész más elképzelésem volt, tehát Magyarországon gondoltam magamat a meccsekben, mert hogy ott volt egy ilyen hosszú futásom. Hát gondolom, ez a hallucinációnak az és állapota, akkor, ugye? És akkor ott futottam a meccsekbe, egészen addig, amíg egyszer csak nem feküdtem le az úton, és akkor felébredtem, és rájöttem, hogy én Amerikában vagyok, és hogy nekem ezen az úton kell tovább menni, de hogy ez ilyen... Ez különleges. Az ébren álmodásnak egy nagyon furcsa fázisa lehet most, én legalábbis így fogalmazom meg, de azt mondod, hogy nálad is van ilyen? Borzalmasan furcsa érzés az, amikor az ember egy világban él, ez lehet halucináció, lehet egy félálom, én is a csörlőzés közben el tudok aludni. Tekerem, megállok és álmodok valamit, és fölébredek és tekerem tovább. Óriási. Ilyenek megtörténnek az emberrel, és az a pillanat, amikor az érzékszerveken keresztül újra bejön a világ. Bejön az én agyamba, az én világomba, bejön a valóságos külvilág. Aha. A zajok megjelennek a fülemben, illetve hát nyilván az agyamban, a látvány megjelenik, és addig az nem volt, addig egy teljesen más állapot volt. Nekem ez egy nagyon érdekes élményem, amikor az ember időről időre egyszer csak úgy visszazökken a valóságba, és akkor hallja, hogy mi, hogy surog, ordít, visít, mindent csinál, és ebből teljesen ki is lehet ugyanígy esni. Ugyanúgy ott megyek, ugyanúgy ott vagyok, ugyanúgy teszem a dolgomat, és az egészből nem érzékelek semmit, hanem egy belső világban vagyok. A vissza magányra az előbb felvetetted, én szerintem nagyon üres fejűnek kell ahhoz lenni, hogy az ember magányos legyen. Mert a legjobb társaság az magunk vagyunk, csak el kell odáig jutni. Tehát talán ezeknek a szóló és hosszú távú teljesítményeknek az egyik legélvezetesebb része, amikor szembesülsz magaddal. Egyszer csak elkezded felfedezni magadat, a saját gondolataidat, a saját belső világodat, és elkezd kitágulni ez a világ. Ezért irigyellek a 100 napért. Igen, ez kell hozzá, mert a harmadik hónapban mást élek meg, mint az első hónap végén. Nekem ahhoz kell körülbelül 2 hét, de inkább 3, hogy eljussak az első holdpontig. Aha. Amikor úgy érzem, hogy elfogytam fizikailag is, szellemileg is, ez a minden mindegy állapot. Aha. Aha.
tök mindegy, mi fog most történni. És nem ijedsz meg ettől, hogy úristen, most lehet, hogy nem, mert nem? Már ismered, kezeled. Mi? Ismered persze, már magadat, az ember az érzést, a holdpontjaidat is ismered. Ilyenkor az ember magára kényszeríti, hogy nem gondolkozik rajta, nem hoz döntéseket. Teszi, amit nagyon muszáj, és áttesik rajta. És na, aránylag gyorsan. Volt, amikor egy-két óra alatt, volt, amikor 10 perc alatt áttestem egy ilyen holdponton. És ezt minden megy tovább, de minden holdpont után egy másik önmagammal szembesülök. Ez egy másfajta lélek már, másképp működök, másképp élem meg ugyanazokat a dolgokat is, bár azt is gyorsan hozzá kell tenni, hogy nincs kétszer ugyanaz. Szóval az, ugyanazt gondolom én, mert átmegyünk mondjuk 8 millió hullámon, de soha nincs két egyforma. Persze ezeket a különbségeket már másképp éli meg az ember. Van, meg hát nyilván a rutin, a jó értelembe vett rutin óriási segítség, gondolom. Szóval mindegyünket beszippant a természet, és a természeti lényünk beszippant, és egyszer csak elkezdünk mások lenni, mint a civilizált lény. Mi volt az a helyzet, Nándi, amire azt mondtad, hogy hát, ha ebből kijövök, akkor? Amikor olyan helyzetbe kerül az ember, akkor nem gondolkozik ezen. Utólag gondolkozik mindig. Amikor olyan szituációban voltam, amivel kétesélyes volt a történet, akkor soha nem azon gondolkodtam, hogy ja Istenem, de nagy a gáz, hanem az, hogy mi a dolgom, mi a konkrét feladat, és mit tudok tenni önmagam, de elsősorban inkább a hajóért. Aha. Azért itt veled szemben az a nagy különbség, hogy én együtt élek egy eszközzel, persze, és mindegyünknek a sorsa a másikon függ. Tehát jó, hajó persze tőled, én alkottam meg világos. Azt a hajót, de aztán a hajó után önálló életet él. Néha el is ragad, úgyhogy nem kérdez. Lelke van, mindene van. Úgy elragad, hogy önálló életet él, és állok megdermedve, és nem nyúlok bele. És beszélget? Hagyom, hogy vágtas, ha persze. Na. De lényeg az, hogy a hajó sorsa rajtam múlik, az én sorsom rajtam múlik, és ez a kettőség, ez borzalmasan összezár, összenöveszt az eszközzel, és ez egy nagyon érdekes dolog, hogy egy tárgy, látszólag, de annak is van elektronikai rendszere, idegrendszere, és döntéseket hoz és csinál, mert már van egy csomó mesterséges intelligencia benne, és együtt működünk. Tehát ez a fajta, és vannak olyan szituációk, amikor bizony nem rajtam múlik, hogy és bölcsebben dönt, mint ahogy te döntöttél volna? Hogy mondjam, gépiesen dönt. Aha. Rajta nem szarad át az ideg, aha, nem önti el a forróság, nincs pánikban, én sem szoktam egyébként, aha, teszem én hozzá, nem gondolnám, hogy pánikos. De a gép az egy másik dolog. Viszont kikapcsol. Az benne van, hogy ezek az eszközök bizonyos limitekkel rendelkeznek, és hogyha a valóság meghaladja a limitet, akkor kikapcsol, és akkor jövök én, uh-huh, és menteni kell a menthetőt. És ilyen pillanatban az ember nem azon töri a fejét, hogy ja Istenem, most mi van, hanem szinte gondolkodás nélkül reflexből egy halmaz jó dolgot kell megcsináljon, precízen, végig gondolva, végig. És azt utólag, másnap, kisüt a nap, és azt mondod, hogy hú, csökkennek a hullámok, csökken a szél, vagy bármi megváltozik, és akkor elgondolkozik az ember azon, hogy hát bizony, itt most azért sok minden történhetett volna, és nem rajtam múlott, hogy nem az történt. Tehát itt azért valaki van velem. Én nem egyszer éltem meg azt, hogy leszóltak hozzám, vagy lenyúltak hozzám, és az, ami történt velem, az nem rajtam múlott. Ezt most hihetjük képzeletnek. Hihetjük egy ilyen teljesen elvadult agyi tevékenységnek is, ami ott keletkezik. De hihetjük a valóságnak is, vagy hihetjük annak a létnek, ahol már ez megjelenik. Uh-huh. De sok mindennek hihetjük, majd egyszer Szilviával leülünk és beszélgetünk 8-10 órát erről, mert igen, nyilván ugyanezeket megéli ő én is. Ezért is szervezem ezeket a rendezvúkat. De abban kizárunk majd téged. Ne, legalább fültanul, hogy legyek, mert annyira. Lehet, hogy furcsállanád, amiket pont ez, pontosan ez. Hát ugye még egyszer, tehát a földi halandó, mint én, aki jó, tudott valami más, de ez csodálatra méltó, és ugye leginkább keresem mindazokat a okokat és a magyarázatot, ami vissza visz benneteket ezekbe a egészen extrém a testnek, szellemnek, léleknek egyfajta tényleg próbatételei. És ezt ti minden egyes alkalommal tulajdonképpen azért csináljátok, mert hogy ebben van valami olyan, amit mi
mi nem élünk át. Ti tudjátok. De én borzasztóan vágyom ezekre, tehát hogy ezek ilyen szerelmek. És ahogy mondja a Nándi is, hogy egyre-egyre nagyobb hajók, egyre nagyobb kihívások, a futás pont így volt. Azt gondoltam, hogy tart valameddig. Én a Badwater-re voltam úgy ez a halálvölgyes futása, hogy az úgy talán így a teteje. És akkor elléptetsz valameddig a létrán, és akkor fölérsz oda, amire azt hittnéd, hogy az a teteje, de onnan föntről egy csomó mindent elkezdesz látni, amit addig nem láttál. Aha. Tehát más és lesz a nézőpontod még, abban még, a pillanatban. Még néz, és akkor, és tényleg lehet, hogy ez nem is jó, de hogy mindig találok valamit, ami úristen, addig nem is tudtam róla, és elkezd vonzani, és akkor onnan elkezd nagyon sok minden arról szólni, hogy én azt oda egyszer csak kész legyek. Még akkor is, hogyha az csak 24-ben van, mint a mostani gondolatom. Nyilván addig még egy csomó mindent szeretnék csinálni, de hogy ez azért majd úgy ott van a végén, ugyanúgy, ahogy a sivatagok is itt ott voltak, mondjuk már lehet, hogy már 7 évvel a konkrét ott létem előtt. Az az extrém lét, ami ilyenkor megtalál bennünket, szerintem az, ami vissza is visz oda. Újra meg újra megélni. Én egy idő után már azt éltem meg, hogy nem kapok új válaszokat, mindig is kerestem nekem a vitorlázó teljesítmény mellett mindig, vagy legalábbis eleinte csak ösztönösen, aztán egyre tudatosabban volt egyfajta szellemi keresés. Ebben önmagamat, illetve a válaszokat a kérdéseimre kerestem, és egy idő után nem kaptam új válaszokat, de megerősítette a régi, már megélt választ, csak az ember egy darabig nem biztos benne. Azt gondolom, hogy volt ott valami, fejbe vágott egy gondolat, de az csak a pillanat műve. És egyáltalán nem biztos, hogy úgy van. Ugyanígy vagyok. De egy idő után szembesülsz vele, mikor másodszor, harmadszor éled meg ugyanazt, hogy ez nem véletlen. Aha. És olyan dimenziók jönnek elő, ami a normális életünkben nincs. Azt hiszem, ha valamit irigylek, ha valami visszavonz, akkor az, hogy ezeket a dimenziókat újra megéld, és próbáld ezen a tükrön, ezen az objektíven át megérteni a világot. Aki nem volt ennek az érzésnek a közelébe, az vajon tudja ezt dekódolni? Tehát, hogy... Hát biztos, hogy nem ugyanúgy. Nem ugyanúgy. Nem ugyanúgy, mert hát... Lehet, ahhoz, hogy egy olyan valaki, aki volt hasonló élethelyzetben... Igen, lehet, hogy jobban tudja, akinek volt ehhez közeli másfajta élménye. Nagyon érdekes ez. Ezen elgondolkodhatunk, meg vitatkozhatunk is, hogy melyik a normális emberi lét. Egyáltalán mi az emberi lét, és mi a normális, a társadalomban való lét, a jogállamiságban való lét, a demokrácia, ami kicsiben működött, nagyban nyilván nem, csak nem hisszük el, illetve nem találtunk helyette jobbat. Igen. Az emberiség belegyalogol egy olyan állapotba, amire nincs megoldása, és sodródik. És a mi gondolkodásunk valahol... ettől elrugaszkodik ilyen pillanatokban, én ebben biztos vagyok, és nálam ezek nem pillanatok, hanem aránylag hosszú folyamatok, hosszú időszakok, amikor én más lényként létezem, mint itt a hétköznapi életünkben. És ez nem minőségi különbség, hanem egy borzalmasan markáns másság. És ez a másság egyébként megvonzó, szóval ez a visszavonz, és ez nem az a fajta, amikor jót teleszívod magad valamiféle ilyen szellemáttalakító eszközzel, hanem az, amikor egy valóságos életélményt élsz meg, csak egészen extrém körülmények között, és extrém önmagaddal. Igen. Azon gondolkodtam még, hogy az ember ugye ezeket a pluszokat átéli, és ezáltal gazdagabb lesz élményről élményre, amikor egy mondjuk ilyen csendesebb szakaszban így mérleget von, ha van egyáltalán. Van-e olyasmi, ami azt mondja, hogy igen, ezt kaptam, viszont ezt beáldoztam érte. Gondolok itt arra, hogy feszült pillanatok a családban, nyilván azokon a napokon nem látod a gyerekeidet, amikor külföldön vagy, nyilván szintén a családodat abban az időben nélkülözöd, amíg mondjuk 100 vagy 93 napot éppen mondjuk a vendéglóban vagy. Szóval, hogy kell az embernek egyáltalán a lelkének ezzel a rétegével foglalkoznia, vagy olyan erős ez a küldetés, hogy azt mondod, hogy ez a valamit valamiért kategória. Én áldozatnak ezeket a felkészüléseket, vagy amiket kellett érte tenni, én sosem éreztem annak, mert engem mozgatott valami vágy, és én azért tettem, és az sosem
Jó, nem mondom, hogy minden nap jó mondjuk kimenni futni, vagy vannak olyan időjárási körülmények, amikor lehet, hogy főleg egy nehezebb időszakban, hogy otthon maradnék, de kérdés nincs, tehát hogy ez úgy nem metődik, hogy otthon maradjak, vagy ne, vagy megcsináljam ezt, mert hogy ez hozzátartozik, és én ezt szívesen csinálom, mert ez visz oda, különben nem menne az. Én azt gondolom, hogy én elég jól tudtam lavírozni a családmunka és e közt, és ez nem jelent... Mondhatom, hogy hát a multitaskingben te így szintén egy koronát megérdemelni. Tehát nyilván minden percünkben van osztva, de hogy ezzel semmi gond, és szerintem nem is tudnék máshogy élni, mint így. Mert hogy én szeretek így élni, és egyébként így a család is ezzel így rendben van. Én nem érzek nagy áldozatokat, és hál' Istennek a gyerekek már ott vannak, hogy azt mondom, a kettő felnőtt, és tudtunk is erről beszélgetni, hogy ők ezt hogy élték meg, és mit adott, és mit vett el, de nagyon nem mondtak az elvétel mellett így semmit. Semmit, ami megállított volna téged. Hát nekünk is a kisebbik már 30, úgyhogy nem gyerekekről beszélgetünk. Én is elbeszélgetek velük, és persze ők mindent másképp élnek meg, de látom a szemükből, hogy olyanokat élnek meg, amiket egyébként nem éltek volna meg. Amit én, ahogy én éltem, ahogy a felkészülések alatt, a hajóépítések alatt, amikor néha 48 óráig az ember nem alszik, vagy ha igen, akkor egy hullámpapíron a hajóba, és akkor oda hordják neki a szendvicset, hogy ne hajjon éhen, mert nem tudok kimenni onnét. Nem fizikailag, nem a lelkem nem viszel onnét. De én ezt soha, egyetlen másodpercet nem éreztem áldozatnak. Ez annyira része az életemnek, és persze én véletlenül sem élek olyan emberekkel együtt, akik ezt nagyon másképp gondolják, persze. És akik nagyon a tárgyasult világban élnek, és ők ott gondolják, hogy ez valami szörnyűség. Az én feleségem, illetve a gyerekeim, azok tökéletesen együtt tudnak ezzel létezni, és ezt együnk se látta soha. Sokat követel mindnyájunktól, de nem éreztük áldozatnak. Rengeteget adtok nagyon sok embernek a tapasztalatokkal, amiket megéltetek, ugye beszéltünk akár a könyvekről is. Viszont az érdekelne engem, hogy van-e olyan területe az életeteknek, ami nektek úgy fontos, amire az ember adott esetben segítő szándékkal gondol? Van nekem egy ilyen rovatom, amit úgy hívnak, hogy Charity. Charity. Think wise. Share smart. Ez a Charity, ez pedig a társadalmi felelősségvállalásról szól. Arról, hogy az ember, ti, akik más dimenzióból tudtok rá látni dolgokra, hogy foglalkoztok esetleg olyan területtel, olyan emberekkel, nehezebb sorsú csoportokkal, akikért szívesen megtennétek, vagy meg is tesztek extra erőfeszítéseket? Igazából futóként tulajdonképpen erre mostanában egyre több mód van, hogy valamiféle jótékony célra felajánlani a futást, vagy akár ugye volt a Cseriszkel egy ilyen együttműködésünk, hogy igazából csak mozgásra buzdítottuk az embereket, és az általuk mozgással töltött percekért fizetett egy-egy támogató pénzt. Ezek esetemben általában gyerekekről szólnak, tehát vagy valami módon beteg gyerekekről, rákos gyerekekről, ugye bátortábort segítettük, illetve hát ami nekem ilyen személyes dolog, Nagykanizsán van egy gyerek otthon, ahova így többször bementem, és azért ez így nekem így anyukaként, hát így az első látogatás elég megrázó volt, utána viszont nagyon jó volt látni, hogy hogy örülnek nekem, és már az ölembe volt a fél szoba, úgyhogy hogy ők, ezek a gyerekek nekem így fontosak lettek, és például a Badwater-es futásom, nál ugye elárvereztük a kilométereket, és abból sikerült például nekik egy ilyen sportpályát létesíteni az udvaron, az addigi vakontúrások helyére. Tehát, hogy amit, ezek apró dolgok, nagyon apró dolgok, de hogyha tehetek így valamit, akkor nagyon szívesen beállok jó ügyek mögé, és főleg a gyerekek nagyon azok, fontos. Akik így nekem szívügyeim. Örülök annak, amit hallok, mert visszaigazol engem. Én nem szeretem az ilyen nagy világ megmentő lózungokat, amikor kiáll valaki a tévébe és elmondja, hogy ő hogy menti meg a világot, mert abból soha semmi nem lesz. Ha valahol tudunk visszaadni, az a közvetlen környezetünk. Akár gyerekeknek, akár ilyen csillogószemű fiatal vitorlázónak, akár bárkinek a környezetemben. És én mindig is nyitott voltam arra, hogy bárkinek bármit visszaadjak, de akár anyagilag, akár energiában, akár tudásban, bármiben. Ma nekem ez kifejezetten fontos dolog az, hogy ahol tudok, visszaadjak. Sokat kaptam az élettől, sokat kaptam a környezetemtől, és én ahol tudok, visszaadok. De
akkor konkrét ez, és akkor van direkt értelme és haszna, ha a közvetlen környezetemben. A közvetlen környezetem alatt értem azt, hogy mondjuk a balatoni vitorlázóknak valamit átadok szakmai. Tehát a kapocs direkt, vagy és azonnali. Az élő közegemben, értem. Ahol én élek, ott fölvegyem a szemetet, amit más eldobott. Én rendszeresen elmegyek egy nejlonzacskóval túrázni vagy futni, és szedem a másnak a vackát. És ezt nem érzem áldozatnak. Hazamegyek, bedobom a kukába, és kész vége. Más nem ilyen. Szóval ez az én lelkemnek fontos. Igen. Úgy gondolom, hogy mindnyájunknak fontos, hogyha egy icipicit is egy ekkora molekulányit mindenki érezne felelősséget a többiekért, nem önmagáért, igen, a többiekért, akkor másképp működne a világ. Igen, akkor az, amit mondtál, ahol tartunk, ez egy kicsit lassítható lenne minden szempontból. Nagyon köszönöm, hogy ezt elmondtátok, mert nagyon fontos, hogy tőletek a személyes élményeitek és tapasztalatok alapján halljuk ezt, hogy igen, erre van idő, van energia, jut belőletek ezekre a feladatokra is. Charity. Think wise. Share smart. És ha már erről beszélünk, hogy feladat, Szilvi, külön köszönöm, hogy eljöttél, mert jól tudom, ez az első olyan napod a saroknyűjtéted óta, amikor lábra álltál. És hát nyilván az sem titok, mert már azért pedzegetted, hogy ugye hosszú távú céljaid vannak, hát nála csak a hosszú távú jöhet szóba. De készül egy második műtét is, ugye, mert ugye a sarkodat szeretnéd rendbe tenni. Mert mi ez a bizonyos dolog 24-ben? Tehát mit... Ki lehet egyáltalán ebből öregedni, amit te csinálsz? Hú, ez nagyon nehéz. Nem kívánom, de... borzasztó nehéz, és nagyon sokat gondolkodok rajta, és nem most kezdtem el egyébként rajta gondolkodni, hanem már régebben. Tényleg ott a Badwater idején azt gondoltam, hogy ezt most így lehet, hogy így abba kell, hogy abba kell hagynom a versenyzést, és akkor csak úgy futni, de hogy igazából borzasztó hamar kiderült, és ez ijesztő, hogy én nem tudok csak úgy futni. Tehát, hogy jó lehet mondjuk egy pihenőidőszakban, egy hónapban mondjuk, vagy 3 hét, amikor csak úgy futok, kimegyek a kutyákkal, de hogy egyébként engem, tehát hogy nekem nagyon jó, ha ott vannak célok, és mindig látok valamit, ami nagyon vonzó. És nyilván nem tudom, hogy ezt meddig lehet, mert hogy így gondoltam, hogy most azt gondolom, hogy ugye 24-ben leszek 50 éves, hogy az még talán így még reális, de hogy utána mi lesz? Nekem ezt erről fogadtam a Nádit, fogalmam sincs, hogy mi fog történni, hogy ezt hogy én hogy tudom lekezelni, mert hogy ez ugye én annyira én vagyok ezek a kihívások. Tehát nem látom azt, hogy most azt mondom neked, hogy akkor 50 évesen majd azt mondom, hogy nem tudom, hogy abba lehet-e hagyni. Aha. És hogy jó abba hagyni, vagy lehet-e megfelelő módon abba hagyni, vagy le kell építeni, vagy be kell zárni az ajtót, és nekem a mozgás az azt mondom, hogy most már az életem lett, az egész biztos, és más mozgásformákat is szeretek, de nyilván a futásban érzem az igazi kihívást. Nem tudom, nem látok oda, és nem tudom, hogyha ott leszek, meg lesz. Most még ne is fogalmazd ezt meg, mert úgy látom, hogy ez... Küzdjés bizzal. Igen. Ezt azért már Madács tökéletesen a szánkba adta. Nádi, azt már elmondtad, hogy milyen rossz, amikor az embert arról kérdezik, hogy mit nem fogsz csinálni holnaptól. Hát egy dolgot azért érzékelek, hogy azért bizonyos kapukat már becsuktál. Ugyan már elvileg nyugdíjas volnék, de fontos a biznisz, de a biznisznek az alkotó része. Gondolom. Nem pénz. Pénzügy, az kell, hogy működjön, de az nem cél. Ez egy járulékos dolog. Persze, hát én ugyanúgy alkotok, építek kikötőket, tervezek hajót, és fogok is. Na de a víz. Ugyanén ebben sajnos ugyanaz vagyok, mint a Szilvi, hogy csak úgy egy kicsit kimenni szórakozásból, vagy csak kicsit beleszimatolni az oldal, ez nem megy. Vagy rendes célt tűz ki az ember maga elé, ami méltó, vagy inkább elszenvedi, hogy távol van tőle. Én most elszenvedem, ebben a helyzetben vagyok. Most éppen jó fejbe vágott, hogy kint voltam a mostani Vendéglob befutójánál, és láttam a srácokat, akik ugyanállam jóval fiatalabbak, de az én családom, és érkeznek be, és csillog a szemük, és hogy élik mindezt meg, és rettenetesen irigylem őket. És hát bizony, morzsolgatom oda be a gondolatokat, hogy akkor ez a helyzet most mit hoz. És amit gondolok, az rettenetesen intim, úgyhogy nem mondom meg. Ne is mondd, morzsolgassátok a gondolataitokat, szülessenek meg ezek a tervek a ti boldogságotokra és a mi büszkeségünkre. Köszönöm szépen, hogy eljöttek. Köszönjük szépen. Nagyon jó volt. Mindenkinek köszönöm, aki a Csisztus Podcast mostani epizódját
megnézte velünk. Ennek a beszélgetésnek a hosszú verzióját természetesen a YouTube-on végig lehet, és azt hiszem érdemes is nézni, és bízom benne, hogy a különféle podcast felületeken is meghallgattok minket. Remélem találkozunk legközelebb is, viszontlátásra. Sziasztok! A Csisztus Podcast producere és műsorvezetője Csisztu Zsuzsa, szerkesztője Kovács Orsolya, stábigazgató Molnár Géza. Köszönjük a stylingot Mihály Parisznak, a sminket Horváth Andrának, a frizurákat Szekeres Krisztának. Köszönjük az EMI, a Charity és a Primus Labor támogatását. Primus Labor, organikus táplálkozási megoldások egyénre szabva Dr. Kecskés Norbertől. Szeretjük a magyar divattervezők munkáit megmutatni, ezúttal köszönet a ruhákért a Viktória Vargának, az ékszerekért a Cema Porcelán ékszerháznak. A helyszín, ahol forgattunk, a Párizsi Udvar Hotel Budapest. A Párizsi Udvar építészeti, iparművészeti kincs. Ornamentális részletei, díszei a saját korában is elkápráztatták a látogatókat. A kiváló lokáció és a tökéletes enteriőr folytán luxusszállodaként eszményi otthont adhat a világ bármely tájáról érkező vendégnek. A tervezők célja az volt, hogy az itt eltöltött idő egy olyan elvarázsolt világélményét nyújtsa, ahová mindig visszavágyunk. Az épület legdíszesebb, leglátványosabb része a passzázs, itt kapott helyet a szálloda étterme, a Párizsi Passzázs Café & Brasserie is. A felújítási munkálatok során 85 ezer munkaórát vett igénybe a kerámia díszek restaurálása, amelyben 100 szakember vett részt. Végül 250 ezer zsolnai elemet sikerült helyreállítani, ami 3000 négyzetméternyi homlokzati felületet jelent.